Szép estét kívánok mindenkinek, sok szeretettel köszöntök mindenkit innen a Maconkai víztározó partjáról. Hát nagyon-nagyon örülünk annak, hogy sokan vagyunk ma is, mert hogy a tegnapi adatok alapján is hát több százan nézték műsorunkat. Ez egy egyedülálló kezdeményezés Magyarországon, ilyen még, hogy horgászversenyről minden nap élőben egy órás összefoglalót közvetítsenek, még nem volt, és úgy tűnik, hogy ezt díjazzák önök is. Nem véletlenül készülünk tehát akkor napról napra érdekesebbnél érdekesebb beszámolókkal, és így tettük ezt ma is. Már most szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy lehet ma is vendégeinktől élő, egyenes adásban kérdezni és kérdéseket feltenni. Erre itt van és remek funkció a chat, amelyen várjuk majd ma is kérdéseket, várjuk a kérdéseket, illetve lehet majd ma is játszani, valamint eredményt hirdetünk a tegnapi játék kapcsán. Több mint 100 helyes megfejtés érkezett a tegnapi kérdésre, de erről majd egy kicsikét később. Tegnap este Dérel Istvánnal úgy búcsúztunk el, hogy hát egy kicsit furcsa helyzet állt elő. Tegnap a délutáni órákban leszakadt az ég, hatalmas eső áztatta a Maconkai víztározót, és hát inkább a Zagyva vízgyűjtő területét, és hát ez egy kicsit felborzolta a kedélyeket, és hát lehet, hogy közhely, de az állóvizet is felkavarta a tározóban. Hát ennek kapcsán értékeltük a reggeli eredményeket Kis Robert kollégával. Az időjárás továbbra is hihetetlenül változékony. Nehéz azt eldönteni, hogy mi lenne jobb, egy kánikulai meleg, vagy ez, amikor időnként kisüt a nap, aztán elbújik az ég, de egy biztos, hogy a felhő szakadásokra senki nem számított. Pontosabban nem nagyon örülünk nekik. Ahogy mögöttünk látják, a Zagyva vízgyűjtő területén a tegnapi nap folyamán hihetetlen mennyiségű víz ömlött le, és ez a víz most gyakorlatilag megérkezett a tóba is, a víztározóba ide Maconkára. Tegnapi felvételeinken láthatják, hogy milyen kávé barna színű folyadék érkezett meg ide. Rengeteg hordalékot hoz magával a víz. Mögöttem a munkások ezt próbálják most itt az árapasztó területén folyamatosan tisztítani, hiszen hogyha ezek feltorlódnak, akkor elzárják az árapasztót, ami nagyon veszélyessé válhat, mert akkor maga a víztömeg irányíthatatlanná válik. Muszáj tehát a megérkező vizet beengedni a víztározóba. Ez viszont nagyjából 10 cm-t emelt a víz szintjén. Nem kritikus még a helyzet, hiszen még nagyjából 60-70 cm emelkedhet, de ha ez is megtörténne, ha mostanában a mostani napok folyamán még több eső esne, akkor akár az is előfordulhatna, hogy be kellene szüntetni a versenyt, hiszen akkor már kritikusan magas lenne a tóvízállása. Ez volt a ma reggeli órákban. Láthatták, hogy ömlött befelé a víz rendesen. Azóta konszolidálódott a helyzet. Teljesen 10 centit nem emelkedett a vízszint, valamennyit nyilván pezdült a víz, egy kis emelkedés volt, de nem volt olyan vészes, de azért a körülményeken változtatott ez a kis intermezzo, az egészen biztos. No, hát akkor most tényleg nézzük meg, hogy hogyan is állt az eredménytábla a reggeli órákban, egészen pontosan 62 órával a verseny kezdete után. Túl vagyunk 62 órán, a verseny negyedik napja zajlik. Szabi, tegnap este nem csak a víz, hanem az eredmények is megkavarodtak egy picikét. Így van, azóta viszont az élmezőny még inkább eltávolodni látszik a többi csapattól. A PVTV Románia második számú csapata lengyel Rémuszék vezetnek, 286 kilót fogtak a reggeli mérlegelésig, viszont feljött a második helyre egy másik román csapat, a Cereals Boilies, 266 kilónál is több halat fogtak. Ők horgásznak ugye gyakorlatilag a tónak azon a részén, ahol a legjobban ment eddig a hal, és hát abban bíznak, hogy a folytatásban is ez majd így fog működni. Úgy tűnik, hogy most a tónak a keleti oldala kezdett el egy kicsikét jobban dolgozni. Igen, ezzel a mai nap folyamán mindenféleképpen foglalkoznunk kell, mert senki nem számított erre. Bejött ez a hatalmas mennyiségű víz, amit már láthattak a nézők ebből az irányból, és hát ez, ami felkavarta az állóvizet, és nagyon megijedtek a C-szektorban horgászó csapatok, úgy tűnik, hogy nekik ez mégis jól jött. Tatanicu a nap folyamán, illetve az éjszaka folyamán folyamatosan tudta fogni csapatával a nagyobb testi pontjokat, illetve hát egyáltalán a Megabéc is, tehát jönnek föl ezek a csapatok is, bár még mindig nagyon el vannak maradva az élmezénytől. Ez nem egy nagy halas pálya, de mégis nagy halak jelentek meg. Igen, hát hogy ez mitől van itt már tényleg nem lehet tudni, itt az igazán hozzáértők sem tudják teljesen pontosan, hogy miért van ez. Ugye mindenki azt mondja, hogy a sekélyebb vízben jönnek a kis halak, és általában a nagyoknak az ilyen zavarosból iszkiri elfelé, de hát mégis most megjelentek a 10 pluszos vagy 10 kiló
forduló környéki halak, viszont a másik oldalon meg úgy eltünedezni látszanak, bár van egy-két csapat, amelyik rácáfol erre. Még nagyjából 50 óra van hátra, még mindig azt lehet mondani, hogy semmi sem dőlt el. Abszolút semmi nem dőlt el, több csapat is azt mondja, hogy itt az utolsó órákban fog majd eldőlni minden, tényleg nagyon izgalmas lesz ez a verseny. Tényleg nagyon, de nagyon izgalmas lesz a verseny. Nálam már itt van a 72. óra eredménye, amiről majd egy kicsit később fogunk ugyan beszélni, de azért előjáróban annyit elmondanék, hogy az első és a második csapat azért egy kicsit elhúzott a mezőnytől, de a harmadik helyért legalább 6 csapat küzd. Tehát tényleg nagyon nagy izgalmat várhatók most ezen a maconkai versenyen is. Ahogy láthatták, ömlik be valóban a tározóba a víz, és már beszéltük róla sokszor, hogy ilyen kakaószínű, zavaros, hordalékos víz ömlik be, és hát mindez arra részre folyik a kettes sziget környékére, ahol eddig igazából egyáltalán nem fogtak halat. Ez persze azért teljesen nem igaz, de a fogási eredmények itt sokkal kisebbek voltak, mint máshol. Éppen ezért a ma reggel mindnyájunkat meglepett a hír, hogy hát nem kicsiket, hanem szép nagy darabosak halakat is fogtak ezen a részen, és ennek megfelelően tettünk is ott egy látogatást. A Tresetistelék csapatánál jártunk a reggeli órákban. Az árapasztóval szemben vagyunk a C6-os pályán a Tresetistelék csapatával, akik éppen ebben a percben fogtak meg egy szép kis pontyot. Reggel óta ez volt az első, ugye? Igen, hajnalban fogtunk szebbeket. Jöttek 12 kilósok, 6 kilósok, 5 kilósok. Ez egy ideig nem volt, szóval most volt az első kapás reggel óta. Úgy tűnik, hogy most ez a nagy mennyiségű befolyó víz azért rendesen megkavarja a tavat, és a fogások leginkább innen a sziget környékéről jönnek. Nehéz volt megjósolni, hogy ez a nagy áradat, ez a víz a rengeteg hordalékkal, ez elzavarja, vagy ide vonza a halakat? Hát az volt az érdekes, hogy egyszerűen a hal is akkor még állt teljesen, mikor még indult a víz folyni a gáton túl, de alkalmazkodtak mindjárt. És azokat a részeket választották ki, még mink is, ugye a kapásokra, hogy ahol ütközik a tiszta, még ez a piszkosabb víz, mondjuk rá, nem csak egy kicsit zavarosabb víz. Maconka azért érdekes, mert nincs két egyforma verseny, nincs két egyforma nap. Ugye az első két nap folyamán leginkább onnan a tó közepéről, az egyes sziget elől, a gát környékéről húzták a halat, most az éjszaka megállt, és inkább ebből a kávébarna vízből, illetve a két víz találkozásáról tudtátok éjszaka húzni a halakat. Hát igen, igen, úgy is volt. Általában úgy szokott lenni, hogy a középső része mindig első nap jobban produkálja magát. Ezeket a szélső pályák ugye később indulnak még, de Nicu bácsi azért mindjárt be is indult, ugye a szomszédok innen jobbról, de kis alakkal. Mi próbáltunk inkább a bojlival is próbálni kiszűrni azokat a kicsikéket nagyobbakra. Sikerült, amennyire sikerült, időjárás befolyásolta sokat. Csalin kellett valamit változtatni? Nem, általában kipróbált csalit alkalmazunk. Hogyan etettek ilyenkor, hiszen rengeteg hordalék és mondhatni sodrás van előttetek, mint a folyón horgásznátok? Hát igen, általában főzött magvakkal, még csak a bojlival. Hogyan tudjátok megállítani a csalit? Meg lehet állítani 130 g-os hollommal simán. Viszont azért a hordalékok lehet, hogy egy kicsit ezek a nagy faágak az úszónád azért nem kavarja meg a zsinort? Igen, az elején igen, de szervezők kezdtek pucolni mindjárt a gátat, és most már tiszta barna víz jön be, de tiszta, szóval nincs ilyen nádas részek, még füves. Hát akkor kíváncsian várjuk a folytatást, hogy hogyan muzsikál majd ez a sziget is. Minden esetre az bizakodással tölthet el benneteket, hogy most mintha ez a sekélyesebb rész dolgozna jobban. Hát ezt a szigetet már többször horgáztam, és nem valami nagy szereplése, de majd még kiderül, hogy a végén, hogy mi lesz. Ha kisüt a nap, ahogy most van, még egy kicsit fölmelegszik az idő, biztos, hogy több kapás lesz. Nos, tehát ez az a szektor, tehát, amit a leginkább érint ez a kis áradás, és hát ez az a téma, amit a mai nap folyamán szeretnénk körbejárni. Ennek kapcsán hívtuk be ide a stúdiónkba Bajú Jánost, a Megabécs Jani Kárp Team csapatának vezetőjét. Szervusz, köszönjük szépen, hogy bejöttél hozzánk. Hát minket meglepett az, hogy a bejövő víz inkább azt hozta, hogy elkezdtétek fogni ott a halat. Titeket annyira nem lepett meg, vagy már inkább nagyon vártátok ezt, hogy végre jöjjön a hal? Hát most azt vártuk, hogy jöjjön a hal. A vizet nem vártuk, jó időt vártunk, annak reményébe indultunk, hogy mivel jó az idő, kis pályát szerettünk volna húzni, mert nagy pályát húztunk már egy pár éve, és
ott voltunk az első ötben, nem tudtunk érvényesülni, és gondoltunk, most ha kis pályát húzunk, akkor fogunk tudni érvényesülni. Na, de hát így evel a vízes, evel a rengeteg lezuduló esővel, evel a beömlő vízzel, első két nap, első másfél nap nem nagyon működött, de viszont az éjjel meglepetést csinált, mert óriási jót fogtunk, valami 70 kilót, amit nem fogott senki. Több 10 pluszost fogtunk, 15-ös, 14-eseket, szóval nem vagyunk, egyelőre nem vagyunk elsüggedve, mert senki nem tudja azt mondani, hogy Maconka egy olyan víz, hogy nem tudja, hogy nem tudja megfogni 200 kilót éjszaka. Szóval Maconka egy olyan víz, ahol 200 kilót éjszaka nyugodtan meg lehet fogni. Amikor tegnap Dérer Istvánnal beszélgettünk, már pedig ő azért ismeri ezt a vizet, ő azt mondta, hogy nagy valószínűséggel a tározónak a másik irányába fogja majd, hát nem feltétlen a halakat tolni ez a kis dolog, de legalábbis ott inkább várható kapás. Másik oldalról viszont azt én is tudom, hogy az a rész, ahol tihorgászok, az inkább ilyen kis halas rész, vagy kisebb halak vannak. Hát most viszont nem azt mondom, hogy óriásiakat, de darabosabbakat fogtatok. Igen. Említettél most 70 kilót. Ez meglepett titeket? Ez meglepett bennünket azért, mivel nem a 70 kiló lepett meg, hanem maga a halnak a méretei. Szóval az olyan, hogy 15-ös, 14-es, 8-as, 10-es, szóval nem azokat fogtuk, hogy másfél, két kiló, két és fél, három kiló, vagy szép darabos halakat fogtunk, aminek nagyon örültünk. Hát nyilván. Na. Van itt egy chat funkciónk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük azonnal, illetve azoknak a kérdéseit, akik ezt meg is teszik és írnak. Itt jön egy olyan kérdés Boldi-tól, hogy a kettes szigeten mekkora távból jönnek a halak? Általában a kisebbek, a viszonylag rövid távról, kb. 50 méterről a törésről szoktak jönni. Ezt tapasztaltátok ti is? Nem, nekünk nagyon messze jönnek, mert a rövid távon nagyon zavaros a vízünk. Szóval a rövid távon, ilyen 60-70 méteren nagyon csokoládé és zavaros a vízünk, és átdobtuk a rövid távot hosszú távra, mivel ott még szerintünk tisztább a víz, és olyan 110-120-ról jönnek a halak. Na. Szépek, ritkán, de szép darabos halak jönnek. Változtatatok-e valamit? Hát miután megérkezett ez a csokoládé, változtatatok-e valamit? Gondolom azért ez meglepett alaposan titeket. Igen, igen. Nagyon meglepett ez a bezuduló víz bennünket, mert ha ne talán az agyva egy kicsit nem zúdul annyira a víz, nem számított volna, hogy az oxigén dusvizet behozza, mivel csak ne lett volna ez a barna csokoládéi víz, szóval nem lett volna gond itten, hogy hoz vizet. Elkeseredtetek akkor egyébként? Hát egy picit igen első este, de viszont mondom, az éjszaka meglepett bennünket, és így ennek a reményeibe táplálunk egy kis bizalmat még akkor magatoknak. Igen, mert viszont mi verekszünk az első ötbe, szerintem ott a táblázata, hogy áll az első öt, hatba ott vagyunk, szektor másodikok vagyunk, meg itt valami 140 kilónk van ott, nem. No, hát ugye most, amiről beszélünk, az a reggeli 103 volt, igen. És akkor itt vannak ugye a legfrissebb eredményeitek, itt ugye 120 kilónál vagytok. Ez valóban már egy nagyon bíztató, a SBS Szikóti fogott csak többet nálatok ebben a szektorban. Hogyan is miként etettetek ezt? Tegnap is sokan megkérdezték, mi az a taktika, amivel ti nekivágtatok a versenynek? Most úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk a kis halas pályát, szóval, ahogy el is magyaráztam első pillanatokban, de viszont átváltottunk, mikor bejött ez a rengeteg víz, ez a bezuduló víz, akkor megpróbáltunk más technikát alkalmazni, átálltunk a nagyobb halakra. Aha. Szóval messzebb távra, nagyobb halra, kevesebb étetéssel, de viszont tartósabb etetőanyaggal. Szóval nem oldoldóval, átálltunk egy ilyen párolt dologra, gombóc is párolva, szóval hogy a halaknak munkát adjunk. Aha. Mert mivel folyamatosan jön a víz befele, szerintem egy kis valami csak hoz oda, valami nem tudom, élő lényeket, algákat kell hozzon, szóval olyan nincs, mert ez mindig így működik. Jön egy kérdés, lényegében ugye gyakorlatilag egy hétig ilyenkor kempingeztek itt. Igen, nomád élet, viszont, de szeressük a nomád. Viszont ha már itt tartunk, a kérdés ezzel kapcsolatos, hogy milyen sátrakat használtok ilyenkor, ami bírják ezt a szelet és ezt az esőt, és biztosan nem ázik át. Van sátratok, ami most átázott? Nincs egy se. Nekünk, én nekem az Anacondától van az XXL-es, a legújabb típus, szóval mind a háromnak az van, három sátrat használunk, de viszont winterskinünk is van, de rá se tesszük, mert semmi értelme. Mert akkor beízad a winterskin alatt, és így meg nem ízad be se belül. Mi a menő csali? Ez egy másik kérdés itt a cseten. Hát most ez valamilyen szinten azért gondolom titok, de mégis, hogyha azért egy pár dolgot mondanál róla.
Én mondom azt, hogy megpróbáltuk még egyszer a kis halas pályát, de viszont átálltunk a nagy halasra, így hát nagy halas csalit is használunk. Mert mivel az édeset akartuk, ilyen félédeset, ilyen oldódó félédeset kis halazni. De viszont látjuk, hogy a kis halak nem igazán jönnek, abszolút nem jönnek, most így mondom, most fogtunk itt 10 darab apró halat, így hogy átálltunk a ilyen pároltra, amit nem kell folyamatosan cserélni, csak amikor akció van, vagy valami ilyesmi. Legyünk nagyon aktuálisak, amikor eljöttél ide a mi kis stúdiónkba, akkor hogyan álltatok? Evette már, ha közeledik az este? Hogyan álltatok, vagy nincs mozgás? Nem igazán eszik nappal a hal, nem tudom mi az oka. Az este az azért mindig jobban dominált, jobban szerepel az éjszaka. Pedig ott hátul van egy olyan 1.20-as vízünk, 1.30-as vízünk, nem tudom pontosan, az szerintem nappali víz, szóval, hogy mondjam. Na, ott próbálkoznátok igen, nappal. Igen. Jön két kérdés, illetve az egyik egy kérdés, a másik egy vélemény, kezdem a véleményével, inkább üzenettel. Csaba üzeni, Jani, sok siker továbbra is, üdv az egész csapatnak, Csabi a halőr, ez az egyik. A másik pedig, hogy mekkora előkiket és horgokat használtok, illetve változtattatok-e valamit a szerelék durvaságán a beömlő víz miatt? Nem, sőt, finomítottunk. Eddig horgáztunk 2-es horoggal, most horgáztunk 6-os horoggal, még kisebb horoggal, mert eddig használtunk 15-ös, 20-as előkeiket, most használjuk a 25-ös, 30-ast, és akkor libegtessük egy kicsit, mert gondoljuk azt is, hogy hát ott valami hordalékot hord a zaján, vagy valami ilyesmi. Na most nem lehet tudni, a víz alá nem látunk, így hogy próbálkozunk. Az éjszaka, hát már tegnap is azt láttam, hogy mikor lesz a nagy fordulat, igen, a versenyen, igen, de azért most már túl vagyunk a felén. Igen. Most már akkor, ami az elkövetkező éjszaka van, a holnapi nap történik, az most nagyban befolyásolja a végeredményt? Igen, most már holnap reggeltől van az, hogy hajrá. Mert ez az éjszaka még fog hozni ilyen valamit, fog hozni ilyen meglepetést, vagy nem tudom, mi lesz az éjszaka, mert előre nem tudjuk, de viszont holnap délelőttől kezdve arrafele verseny végig lesz az a hajrás, az utolsó 100 méter. Energiával hogyan készültek erre? Hogyan tudtatok tartalékot? Figyelj, folyamatosan felváltva pihenünk. Most ha jön a hal, ha nem jön a hal, egy közülünk mindig pihenni kell. Minden, akár tud, akár nem, ha tud aludni, alszik, ha nem, akkor nyújtózik. Szóval valami ilyesmi dolog van. Ketten folyamatosan ülünk, szóval dolgozunk, egy mindegyik alszik, és akkor váltsuk egymást. Ez be van osztva 4 óránként. Mindegy, hogy nappal vagy éjszaka van. Hogyan jöttetek ide Maconkára? Mi volt a cél? Hát a cél az mindig a dobogó, ezt lehet tudni mindenkinek, nem csak nekünk. Én sokszor, én már pár éve járom Maconkára, nagyon tetszik a víztározó, nagyon első alkalomkor megfogott, nyertem is egy pár versenyt már rajta, Barátságos kupát, Szektor 1-es nyertem, Csipi Base kupát, szóval nyertem sok. És most, ha ne talán nem jön össze, a következő össze fog, vagy a másik. Vagy... Jó, a másik vége a kérdésnek, hogy mivel lennél elégedett? Most hát ehhez nem tudok hozzászólni, szóval én nem vagyok nagyra vágyau, de én egy Szektor 1-essel nyugodtan beelégszem. Most még egyszer mondom, az első 5-ben ott vagyunk, 6-ban nem tudom, de viszont én egy Szektor 1-essel megelégszem. De ha a fenti azt akarja, hogy benne legyünk az első 3-ban, úgy legyen. Na hát akkor legyen úgy. Sok sikert kívánok. Köszönjük szépen, hogy bejött. Nagyon szívesen. No, és akkor mi pedig menjünk tovább, és még mindig maradunk. Te pillanatra még maradjál velünk, jó, mert egy nagyon érdekes bejátszás jön, mert hogy maradunk ugyanezen a szigeten, maradunk ugyanezen a környéken, és hát jön egy kis portré, mert hát ezt is megpróbáljuk itt műfajilag variálni a dolgokat ebben az élő adásban. Itt van a román ponthorgászok legendája, Tatanicu, aki hát egy igen dörzsölt horgász, és megpróbál mindent. A tegnapi nap folyamán láttunk rajta, mielőtt mi közvetítünk, a román stáb is közvetít egy élő műsort, és akkor ott ő volt a vendég. Én azt láttam rajta, hogy el volt keseredve. Erre föl ma reggel megjelentek nála a nagyhalak, és már sokkal boldogabb és vidámabb volt. Na nézzük meg, hogy Tatanicu hogyan érezte magát a délelőtt folyamán. Maradtunk a 2-es szigeten a befolyóval szemben, mellettem viszont a C7-es pályán, ha lehet mondani, Románia Matula bácsi, a Tatanicu, vagy Nicu bácsi, ahogyan ismerik Magyarországon. Hány éve is horgászik? Meséljen egy picit a múltjáról. Igazából 50 éve horgászom, most 68 éves vagyok, de 40 éve már versenyeken veszek részt. Otthon van már 100 kupám is. Annak persze borzasztóan örülnék, hogyha még jó sok évig tudnék horgászni, és sok-sok versenyen tudnék részt venni.
con parte mare piacere. A múltból melyik verseny a legemlékezetesebb az ön számára, vagy melyik fogása a legemlékezetesebb? Van-e egyáltalán ilyen? A legtöbb halat természetesen Romániában fogtam egy Brassó melletti tavon, de életemben már kétszer megnyertem a Maconka kupát is. Az egyik alkalommal 960 kiló körülire emlékszem, a másik alkalommal is 900 kg fölötti eredménnyel sikerült megnyerni tehát ezt a nagyszerű Maconka kupát. Sokan mesélik, hogy Nicu bácsi nagyon szeret kis halakra is horgászni, föl nem adja, rengeteg keszeget, kárászt fogott már ki ezen a versenyen is. Ez szenvedély vagy véletlen műve? Egyszerűen ezek a kis halak jönnek. Számomra a horgászatban az a legszebb, amikor megfogom az összes halat, ami csak előttem található a vízben. Mivel a versenyeken minden kiló számít, ezért én nem válogatok, nem várok a nagy halakra, hanem folyamatosan horgászom, és megpróbálok minden egyes halat kifogni. Persze ebben sok keszeg meg kárász is lesz, de azért mindig belecsúszik egy-egy kisebb, nagyobb ponty is, úgyhogy nem csak a nagy halakra horgászunk, hanem az egészen kicsi pontyokra is. Azért természetesen nagy halakra is tudok horgászni, hiszen Romániában egy rekordot is tartok a 25 kilós pontyommal, amiért egy aranyhorog díjat is elnyertem, de Franciaországban voltam egyszer egy versenyen, ahol az összes halam 20 pluszos volt, úgyhogy nagy halakra is tudok azért horgászni. Most azért itt vagyunk ezen a versenyen. Hogy érzi magát ezen a pályán, hiszen nem egyszerű a történet itt horgászni? Innen a C6-osról én korábban már egyszer nyertem versenyt, úgyhogy amikor a sorsolás volt és elsőre kihúztam a C7-est, akkor úgy döntöttem, hogy nem is dobom vissza. Ismét megpróbálom ezt a nagyszerű helyet. Most azért nincs egyszerű dolgunk, hiszen az időjárás sem kedvez nekünk, és ez a rengeteg víz, ami befolyik, szintén egy kicsit megkavarta ezt a levest előttünk. Nem is olyan régen a D6-oson is nagyon jól sikerült a verseny, akkor 76 darab amúrt sikerült kifognom, és hát most is arra gondoltam, hogy ezen a részen jó sok amúrra lehet számítani, úgyhogy ezért is választottam ezt a helyet. Nicu bácsi, köszönöm szépen az interjút, és sok egészséget kívánok, jó egészséget! Nagyon köszönöm! A tavalyi címvédővel már többször is foglalkoztunk a közvetítési sorozatban, nem véletlenül. Volt itt többféle apropó. Hát Fiola György van most is itt velünk a stúdióban. Szervusz, és köszönjük szépen, hogy most is befáradtál hozzánk. Hát volt apropó bőven, ahogy már említettem, először a címvédés, aztán azért, mert belekezdtetek, aztán ma is nagyon ment a hal nálatok, és ti, nektek ott zavaros víz nincs, vagy legalábbis én úgy gondolom, mi felmentünk a mai nap folyamán ide a domptetőre, és onnan néztünk szerte szét, ahogy Petőfit idézzem, és hát megnéztük azt, hogy a víz hol és miként folyik ez a zavaros víz. Oda ti elétek én úgy láttam, hogy nem jutott. Ezek szerint segített titeket? Szerintünk segített rajtunk, mivel hogy megáradt az agyba, behozta ezt a kakaó levet. Neveztük már csokkinak, kakaónak, kávénak. Teljesen mindegy, hogy nevezzük, és akkor ezáltal szerintünk a szélső pályákat, az egyes, illetve a kettes szigetre ugye azért csak beforgatja előttünk, meg azért tolja lefelé, és folyamatosan szerintem úgy aránylag tiszta víz, még ott marad egy darabig, de szerintem ez is fog változni. Ugye azoknak a nézőknek mondjuk el, akik azért annyira nem ismerik a pályát, vagy csak egy icipicit már talán sejtik, hogy a maconkai tározó hogyan néz ki, hogy ti a gáton, a gáti oldalon horgáztok, ráadásul ott a második helyen. Beszéltünk már róla, hogy igazából elégedettek voltatok a helyjel, még most is tartod ezt? Persze, én teljesen a végéig elégedett leszek, mivel mi oda szerettünk volna kerülni. Mennyire ijedtetek meg akkor, amikor jött be ez a kakaó? Semmire. Tehát teljesen mindegy, hogy mit beszél az ember, tenni kell a dolgokat, aztán tehát minden félreértés elkerülése véget. Dobáljuk a csalikat, ugye, és akkor, hogy mondjam, tehát próbálkozunk minden. Folyamatosan, tehát etetjük, rövidebb pályán találtunk egy olyan 100-110 méteren egy picike kis pupot, azt meghorgáztam ma, arról sikerült 6 darab halat fognom. A közben mondom a kedves nézőknek, hogy nyugodtan kérdezzenek, itt van a chat funkció, itt a lehetőség, itt van Gyuri is, és ő majd megválaszolja ezeket a kérdéseket. Jött is egy kérdés, de még mielőtt ezt feltenném, mondtad, hogy találtad egy kis pupot. Hát mekkora ez a púp? Ez mit lehet ilyen 30-40 centiket 110 méter? Megtaláltok? Tehát bent van nekünk a szektor bójánk, ugye, olyan 100 méteren. Tehát a 100 méteres bójától vissza olyan 2 méterre van egy olyan, hát olyan enyhe, olyan 40 centis törés, egy olyan méter, másfél méteren belül, és én úgy gondolom, hogy ott ugye
megállott az aljába a halt. Ez nekem olyan hihetetlen, hogy ekkora távolságban ez így működik, ugye nincs radar, nincs ilyesmi, hogy ezt így meg tudjátok határozni, hát akkor valószínű, hogy meghatározzátok meg, ez működik, mert ezek szerint tényleg igen, ott van igen, a hal. No, és akkor jöjjenek a csetes kérdések, milyen méretű és ízesítésű bojlival csalisztok, ezt kérdezi Kitty. Öreg apu pedig azt mondja, hogy gratulálunk a legnagyobb halhoz, erre is rá fogunk majd térni. Rockefeller pedig azt kérdezi, hogy Gyuri, mikor alszotok? Én nem alszom. Ez volt a legrövidebb válasz akkor erre a kérdésre. Nem és szabad. Akkor milyen méretű és ízesítésű bojlival csalisztok? 14-es oldódóval és 20-as főzöttel csalizunk, és Robin Spice-szal a Total Base-nek a bojliával horgászunk. És akkor az etetés még mindig változatlan, vagy kellett azért variálni? Nem változtattunk, folyamatosan ugyanúgy, ahogy eddig. Uh-huh. Bojli, dobócső, annyit változtattunk, bocsánat, elnézést kérek, tehát annyit változtattunk, hogy most este magukat spumboltunk be. Tehát minél több mag legyen bent, mert eddig a verseny mióta megkezdődött, az első éjszaka sikerült egy 6 kg 25 dekás tamúr fogni, azóta mi éjszaka nem tudunk egyszerűen halat fogni, és megpróbáltuk spumbal, minél több magot, aztán rátesszük, megpróbáljuk, hát ha egy-két amúgy sikerül elcsípni. Ez a minél több mag, mert ugye jön egy következő kérdés, hogy itt ennél a bizonyos törésnél mekkora etetést alkalmaztok, mekkora tehát mennyiségben. Ugye a limita, hogy meg van határozva. Ezt be kell osztani. Be kell osztani, és 5 kiló maradt a végére, és ennyi. Tehát ez akkor az... 5 kiló, és kész. Uh-huh. És vég a verseny végéig, csak method mix, és bojli. Na hát akkor azért jól kell sáfárkodni a töltényekkel. Na, még akkor egy gyors kérdés, hogyha már érkezett húoktól, maggal csak etettek, vagy csalisztok is? Hát, mivel, hogy ez egy bojlis felség, maggal pelettél semmivel, Isten őriz, még hétköznapon se csalizok ilyenekkel. Hát a legfontosabb nyilván egy ilyen szabály, hogy egy bojlis felség működik. Jó, no, térjünk rá akkor a tegnapi meglepetésre, amely valóban egy nagy meglepetés volt számodra mindenféleképpen, mert hogy megfogtátok a verseny eddigi legnagyobb halát. Igen, tehát sikerült életem halát megfogni itt Maconkán, ez volt az álmom idézőjelbetéve, tehát én itt szerettem volna megfogni, mivel hogy ez kihívás, főleg így versenykörülmények között egy ilyen szép halat megfogni. Igaz, hogy hideg volt az idő, de bementem a vízbe, egy ilyen hallal meg kell fürdeni. Na, ezeket a képeket majd meg tudjuk mi is, ha minden igaz, mutatni, mert hogy egy csodálatos hal, itt van Gyuri, itt a hal, és bent a víz, nagyon hideg volt, ugye? Igen, igen. Hát körülbelül egy olyan, én szerintem egy olyan 13 fokos lehetett a víz. És akkor meséljünk egy kicsit erről a halról, mekkora volt a pontos súlya? 20 kiló 20 deka volt a pontos súlya. Uh-huh. Mekkora volt a küzdelem, hogyan jött, hogyan érkezett, azért ez biztos, hogy érdekli a nézőket. Igen, tehát én teljesen meglepődtem róla, egy normális húzós kapása, tehát egy szép ilyen kis döcögős kapása, reagáltam, beemeltem szépen fár, és minthogyha egy átlagos méretű halat fogtam volna, és a partnál kezdett úgy el egy kicsit dolgozgatni, de nagy öreg volt, aztán sikerült hamar kifárasztanom egy olyan 10-15 perc. És amikor megláttad, amikor a merítő felé jött, vagy mikor volt az első érzés, hogy uramisten, ez egy mekkora hal, ez lesz. Akkor egyszer láttuk, amikor megmerítettük, mivel hogy majdnem, hogy víz alatt merítettük, mert egy nagy testet láttunk, aztán nem akartuk elveszíteni, és akkor egy nagy fémkeretes merítővel víz alatt lemerítettük. Uh-huh. És a kollégám sajnos így bele is esett a vízbe, vele együtt, de nem baj, felhúztuk. Akkor ketten is fülöttetek. Igen, megfülöttük mind a ketten. Azért kíváncsi vagyok arra, hogy egy pontyfogó versenyen, amikor nagyon szép halakat fogtok meg, hát egy versenyhorgász, nyilván attól versenyhorgász, hogy egyfolytában fogja a halat. Milyen érzés volt, ez mennyire volt különleges, az adrenalin mennyire pörgött? Hát, volt újongás, ugye, kint volt velünk a Total Base-nek ugye a forgalmazója, Tamás, Szilágyi Tamás, ezúton is szeretném neki megköszönni a segítséget, és tehát egy olyan adrenalin löketet kaptunk, hogy minden Dérer úr is ott volt, pont ott járt nálunk, aztán ő fényképezte le. Na hát figyelj, ezzel kapcsolatosan mi igyekszünk itt a tározó partján a maconkai versenyen mindenhol ott lenni, és én úgy gondolom, hogy mindenhol ott is vagyunk. Itt azonban tényleg olyan gyorsan történtek az események, hogy ugye Dérer István fényképezett, viszont annyira gyorsan, meg annyira jó képeket akartak csinálni, hogy megfeledkeztek arról, hogy szólni kellene a PVTV stábjának is, hogy ha-hó srácok, a verseny eddig legnagyobb hala van itt, hogy aztán így
erről mi lemaradtunk, de a fényképekkel már láttuk, hogy, hogy mi a helyzet. Itt viszont már egy másik halat látunk, ez a hal viszont már a ma reggeli órákban érkezett, ha jól emlékszem, és talán ez meg a mai nap legnagyobb hala. Igen, igen. Ez meg már ugyan egy másik, de beszéltünk mind a kettőről. Igen, tehát a reggeli órákban olyan 7 óra körül elindult a hal, és a legelső hallal nyitottunk, az 15 kg 60 deka. Rá szinte egy percre, tehát ezt nem tudjuk megfejteni, hogy mi történik, 13.60. Utána rá megint két percre fárasztott a Lajos kollégám, Zsolt kollégám, aztán nekem is elhúzta. Tehát ezt nem értjük, hogy egyszerre bejön 4 hal, és utána szünet van 2 óra, 3 óra, és utána megint csak 1-1-1. Akkor ezek szerint nagyon jól ment a mai napotok, igen, nem véletlen, tehát hogy be is hívtunk titeket ide, illetve téged. A Top Secret csapata a 74. óra eredménye szerint 171 kilóval áll. Én most úgy gondolom ebből az arckifejezésből, hogy elégedett vagy. Igen, teljesen elégedett vagyunk, mivel hogy jó esélyesek vagyunk, szerintünk egy szektor egyre hozható, aztán a dobogót meglátjuk. Tehát én a végéig küzdeni fogunk. Még, ezért még a maradék 5 kiló szemesen is anyag. Azt már csak majd holnap reggel óvatosan. Jön még egy kérdés, Bazsi kérdezi, Gyuri, nem versenykörülmények között más csalival horgászol, az úgymond hétköznapi horgászatokon? Nem. Tehát akármikor kimegyek, tehát van többfajta horgásstílus, amit én is ugye űzök, sportágnak úgy mondom, de nem. Tehát hogyha bojlizok, csak ezzel. Szerinted az elkövetkező időszakban mennyire fogja befolyásolni a kialakult időjárási helyzet a versenyt? Tud-e még valami csavart, valami fordulatot hozni az ég, vagy most már ez így fog végigmenni? Szerintem az utolsó pillanatig lesz itt csavar. Tehát, hogyha még esetleg jobban megárad az agyva, és az a szép zúzalék, ami ott fent van, ne talántán bejön nagy mennyiségbe a tározóba, na akkor lesz meglepetés. Akkor lesz az igazi meglepetés. Akkor mindenkinek fog szólni a jelző, mert az uszadékot szépen fogjuk húzogatni kifelé. De én úgy gondolom, hogy ez már úgy befolyásolni, tehát ugye az eredményeket, tehát teljesen az utolsó percig, tehát most ugye egyszer ugye a PVTV az első, egyszer ugye a felező megy. Tehát ezt nem tudja az ember. Tehát lehet, hogy el fog indulni a gát, aztán lehet egy olyan helyről fogják nyerni, ahol még soha nem nyertek. Na hát tényleg izgalmas, és ennek mi nagyon örülünk, gondolom, hogy ti is, mert hát ezek szerint még van élmény, jönnek a halak és próbálkoztok. Hát nagyon szépen köszönjük, Gyuri, hogy bejöttél ide hozzánk. Gratulálunk ehhez a csodaszép halhoz, köszönöm. És azt kell, hogy mondjam, hogy személyesen is még egyszer köszönöm gratulálok, szépen. Mert tényleg egy versenykörülmények között egy 20 fölötti halat fogni, tényleg nem mindennapi teljesítmény. Köszönjük szépen, tehát nagyon még egyszer, szépen, itt voltál. Kedves nézők, folytatásban pedig a játékkal kapcsolatban van néhány információm. Mert hogy ma is hirdetünk játékot, mint ahogy ezt tettük tegnap is. Először, illetve a következő percekben jön majd egy bejátszás, hiszen a tegnapi nap folyamán meghirdetett játékunkat ma sorsoltuk ki. A délutáni órákban 3 órakor leállítottuk ezt a bizonyos játékot, több mint 100 helyes megfejtés érkezett, és hát el is vittük ezeket a kis sorsjegyeket Nikola Péternek, aki kihúzta a szerencsés nyertest. De még mielőtt ezt elmondanám, szeretném már most felhívni a figyelmüket arra, hogy ma is hirdetünk egy játékot, The Bun Boylit lehet nyerni. A játékunknak pedig az a kérdése, hogy mekkora volt az idei ezen a maconkai versenyen kifogott legnagyobb hal. A helyes megfejtéseket a Facebookra várjuk, ott ugyanis megosztottunk egy kis felhívást, és oda a kép alá kommentbe kell feltüntetni a pontos méretet, kilóra, dekára pontosan, és a helyes megfejtők között majd a holnapi nap folyamán fogunk sorsolni. Ez tehát még ehhez jön egy szolgálati közlemény, hogy sokan, mert hogy ugye meg kell osztani a PVTV weboldalát, de sokan megosztják nagy örömünkre ezt a kis felhívást is, ezt köszönjük, de azt, hogyha megosztják, oda nem kell beírni, hogy osztva, mert aztán egyszerűen majd összefolynak a helyes megfejtések és ez a néhány sor. Na, ennyit erről, most pedig jöjjön az igazi izgalom, mert hogy Mikula Petit meglátogattuk a délután folyamán, ő pedig kisorsolta a The Van Boyle nyertesét, jöjjönnek ezek a pillanatok.
Tegnap meghirdetett játékunkra több mint 100-an jelentkeztek, és nagyon sokan tudták a helyes megfejtést. Kérdésünk ugye az volt, hogy melyik volt a versenyben kifogott eddigi legnagyobb koi point, legalábbis ami ezen a versenyen volt. Kovács Zoltánék, az SBS Szikó Team csapata ejtette ezt a gyönyörű koi pontot, amely 11,11 kilogrammos példány volt, ez volt a helyes megfejtés, és ahogy említettem, már nagyon sokan tudták. Itt van benne a sapkában sok helyes megfejtőnek a neve, hát elég apróra vágtuk a cetliket, siettünk, hogy még beleférjen ebbe ez a sorsolás a mai adásba, közben el is szaladt egy, úgyhogy gyorsan belerakom. Ítéletidő van itt Maconkán, most is elkezdett szakadni az eső, az árvízről, vagy az árvíz esetleges lehetőségéről pedig ma már ugye beszámoltunk. Péter, téged kérlek meg, hogy majd sorsolt ki a helyes válasz beküldők közül az egy nyertes. Az imént azt mondtad, hogy legalább ehhez legyen szerencséd. Egy kicsit előtte, még mielőtt sorsolnál, azért mondd el, hogy hogy álltok mostan, és mennyire érzed szerencsésnek ezt a helyet? Hát nagyon jól kezdtünk. Hát, most úgy néz ki, a harmadik, negyedik helyen csatázunk, de sajnos ezen a napon még nem sikerült kapást kicsikarni. Tehát ez a zúduló eső és a sok víz, ami a maconkai tárazót nagyon zavarossá tette, nem hozott nekünk sok jót. Hát reméljük, hogy azért a végén még azért befutunk a dobogóra, de most elég rosszul áll a szénánk, hogy így mondjam. Hát nem biztos, hogy sokat, de azért mi egy jót szeretnénk az egyik nézőnknek adni. Mit kell tudni erről a boiliról, amelyet most a szerencsés nyertesünknek majd elküldünk? Hát sokszor bizonyított nekünk, és csak annyit tudok neki kívánni, hogy egy 20 pluszos pontot legalább hozzon neki. Teszteljük, próbálj ki, nekünk sok versenyen és sok magánpercán is nagyon eredményeket hozott. Rendben, no, akkor jöjjön a nagy pillanat, légy szíves, 20 ki utána add majd ide nekem a cetlit. Lássuk, hogy lesz a 20 pluszos megfogója. Na nézzük, akkor ezt elveszem, ezt pedig csapattársatoknak odaadom, vagy a segítőknek. Köszönjük, és akkor tarad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 
hogy kilogrammos az a koi ponty, és Bogdán Róbert nyerte, úgyhogy gratulálunk, kedves Róbert. Az adás végén majd értesíteni fogunk, hogy hát reméljük, hogy már most értesültél erről, arról, hogy szerencsés voltál és te nyerted ezt a csomagot, úgyhogy reméljük, hogy ez a 20 pluszos majd neked bejön, meg hát reméljük, hogy ezen a versenyen azért majd nektek is jön, ha nem még is 20 pluszos, a végén. Reméljük, hogy nem biztos, hogy 20 pluszos, esetleg sok-sok 10 pluszos, és akkor az még jó lehet. Még 5 pluszos is jó lesz, csak jöjjön. Köszönjük szépen! Bogdán Róbertnek tehát gratulálunk, és ő nyerte meg ezt a zacsi bojlit. Gratulálunk, és nem úgy használja egészséggel, hanem ahogy elmondta az előbb Mikola Peti, fogjon vele hatalmas nagy halat, 20 pluszos halat, ahogy ő mondta. És hát megyünk tovább, majd egy kérdéssel folytatjuk, úgyhogy azonnal már mondom is, hogy a chatfalunkat használják bőszen, fel lehet tenni a kérdéseket, és jó szokásunk szerint azonnal vendégünk majd válaszol is ezekre. Ezen kívül a játékunkra is felhívom a figyelmüket, a Facebookon várjuk a helyes megfejtéseket, és a mai kérdésünk az, hogy mekkora volt a verseny eddig kifogott legnagyobb hala, az már csak rátisz, ha odaírják, hogy melyik csapat fogta, de természetesen ez nem feltétele a játéknak. No, a folytatásban pedig hazai pályára evezünk, mert hogy Lengyel Rémusz van itt velünk, a PVTV 2-es számú romániai csapatának a vezetője. Szervusz Rémusz! Sziasztok! Köszönjük szépen, hogy bejöttél hozzánk megint, mert hogy megint szolgáltatok ti is apropóval, hiszen a reggeli órákban a csapat remekül muzsikált, vezette a táblázatot, és hát ez egy remek apropót adott arra, hogy ide gyere, viszont egy gyors kérdést azonnal válaszoljunk meg, mert hogy kompetens vagy ebben. A kérdés pedig az, hogy milyen ízesítésben fognak megjelenni a The Van Boylik, ezt kérdezi I. Kacsó, mert hogy egy szerencsés nyertesünk ma is nyerhet majd egyet. Két ízesítésről van szó, az egyik a Red One, az egy ilyen halas gyümölcsös jellegű, egy édesebb, egy, ahogy mondtam, ilyen karbohidrátosabb, szénhidrátosabb golyó, és a Black One az meg egy májas, egy squides, egy halasabb, egy nehezebb, egy erősebb jellegű golyó. Jön egy vélemény, Szatmár drukkol a PVTV2-nek, mi is, nem csak Szatmár, ezt már köszönjük, akkor most megsúgom. Köszönjük. Ennyi azért a hazai pályába belefér. No, a helyzet az, hogy rengeteg kérdés érkezett a Boylival kapcsolatban már, nem csak itt most a cseten, hanem a Facebookon is, úgyhogy majd egy kicsit beszéljünk erről is. Köszönjük a véleményt, hogy jó a műsor, ezért csináljuk, és ezért szeretnénk, hogy minél több információt tudjanak meg a nézők a versenyről. No, beszéljünk akkor Rémusz arról, hogy mi történt veletek este, aztán majd beszélünk arról, hogy mi történt veletek nappal. Jó, hát nekünk ez a záradás, hogy nevezzem, annyira nem kedvezett.
mi egy mélyvízi pályán vagyunk, egy elég gyenge pályának tartott rész, mi elég eredményesen meghorgáztunk azáltal, hogy át tudtunk horgászni a medren, egész a medernek a túloldalára nagyon messzi dobásokkal és rengeteg munkával. De annyi a lényeg, hogy nekünk a tényleg a szép, a darabosabb halak, azok a mederből jöttek, a meder széléről, de a meder környékéről. És ez az áradás, ezt a zavaros vizet behozta még, ahogy tudjuk, a medren átvonul le a zsilipen. Ez hozott egy nagyon hideg vizet, egy nagyon zavaros vizet, amik nagy szemcsőizetű, és a halott már nem áll meg, és az az egész, hogy emelkedik is a vízszint, tehát ez ingadozik, nagyon engedik a vizet lefele, hogy jön befele, persze el is kell engedni. Igen, én úgy hallottam ma, hogy több megy ki, mint amennyi bejön. Ez nem így van, tehát mit nézzük, nekünk le van téve jelölő dolgok, amikor nézzük a vízszintjét, és nekünk már mostan az ott délutáni órákban emelkedett egy 20 centit, tehát folyamatosan emelkedik, ez a vízmozgás úgy van, hogy felle, de inkább emelkedik a vízszint. És ahogy felemelkedett ez a vízszint, a kanálisból, a mederből kimentek a halak, egyből eltűntek abban a hideg vízből, és ez nekünk annyira nem kedvezett sajnos. Eszméletlen nagy zuhé volt ma is, ennek se örültetek akkor. Így van, sajnos, abszolút nem, tehát mi körülünk a rossz időnek, de ennek az esőnek nem örülünk, mert akkor esik az eső, az agyván jön lefele a víz, emelkedik a vízszint, a halak elmennek előlünk, nekünk egy esélyünk van a mederbe horgászni, próbálkozunk, csináljuk, amit tudunk a kis halakkal, az apró halakkal, de ma is sajnos egész partszélben, amit tudunk, össze tudunk ott kukázni, 12 darab halból összejött 17 kg. Tehát ezzel nem tudjuk tartani lépést, próbáljuk, és bízunk abban, hogy meg fog állni ez az áradás, meg ez az esőzés, vissza fog csökkenni a vízszint a normál szintre, vagy elkezd apadni, nekünk az lenne a legjobb az apadás, hogy térjenek vissza a halaink, és a konkurens csapat, a Cerelboilis, amelyik a kisebb vízű pályán van, hát ezt minden versenyhorgász tudja, meg horbi horgászok is gondolom, ha a víz apad, akkor a halak a mély felen jönnek, hogyha nő, akkor mennek ki a kis vízre. Tehát ezt várjuk, mi ebbe bízunk, hogy apadni fog, és akkor újból elkezdünk felfele lépegetni, és meg tudjuk nyerni ezt a versenyt. Várjuk a nézők kérdéseit itt a chat falra. Itt jön egy észrevétel, hogy a játékunk kérdéseit lent ebbe a sávból, hogy az van írva, hogy hány kilogrammos a versenyen kifogott legnagyobb koi. Hát ez a tegnapi kérdésünk volt. Nem a koira vagyunk most kíváncsiak, hanem a versenyedig leges, legnagyobb halára. És ha esetleg grátis bodírják a Facebookon, hogy ez melyik csapat fogta, akkor ezt külön megköszönjük. No, jön a kérdés, hogy hol lehet megvásárolni ezt a boilit? Mert hogy ugye ez egy premier jó formán így a nagy-nagy közönség előtt, azért a Prévé TV-n már régóta promózzuk ezt a dolgot, most már egyre többen kíváncsiak erre. Így van, reméljük, hogy minden hamarabb szerintem napokon belül már a piacra fog kerülni. Elég körülményes volt ennek a gyártása, ennek a bolynak, mert így iparilag gyártani, ez a mi saját csalink, házilag készítettük eddig, és iparilag ki kellett tesztelni, hogy hogy lehet ezt nagy mennyiségben legyártani, zacskózni, hogy szárad. Több dolgok vannak itt a bolyi gyártásban, és elhúzódott egy picit a dolog, de szerintem minden horgászboltban legkésőbb egy-két héten belül már kapható lesz. Tehát nagyon reméljük. Azon vagyunk, azon dolgozunk a kollégákkal együtt, akik gyártják, hogy minél hamarabb bent legyen. Ez meg legyen. Hát jön egy kérdés, én nem tudom teljesen értékelni, hát ha majd te értékeled, azt mondja, hogy milyen szerelékkel horgáztok, önakasztóssal inkább? Hát, hogy ez most mit akar jelenteni? Tehát azt jelenti, hogy le van-e az ólom fixel. Mert én nem vagyok egy igazi boilis horgász. Mi általában ilyenkor, amikor... Ebből tanulok én is, figyelek. Amikor a halak kapókedve ennyire változó, és finnyásabban esznek, és amik inkább csúszón szoktunk horgászni. Nem csúszón, úgy mondom, hogy románul van egy szó, jobban ki tudnám fejezni magyarul, hogy félig csúszón. Tehát azt jelenti, hogy csúszó ólom van feltéve, és az meg van ütköztetve egy gumistopperrel egy bizonyos távolságon. Ez attól függ, ez a távolság, hogy mennyit hagyjuk csúszni azt az ólmot, hogy a halaknak a kapókedve mennyire változik. Ha nagyon óvatosan eszik, akkor hosszabb csúszást hagyunk, tehát ez azt jelenti, hogy amikor a hal felveszi az előkénket, akkor még el tud menni egy 5-6-7 centit, nem érzi meg annyira, meg tud mozgatni, amíg megütközni a gumistopperbe az ólom, vagy a gubancgátló cső, amivel fel van szerelve, vagy bármi. És most jelenleg csúszón horgászunk, azt mondja, ilyen 5 centis ütköztő csúszás van hagyva egész az önakasztásig. Remélem, hogy érthető volt, én így tudtam. Én nekem abszolút, így most már értettem, és hát akkor reméljük, hogy Péter, te is értetted, és megkaptad a választ, mert hogy te tetted fel ezt a kérdést. Hát az, hogy ezekből a bolygókból készül majd pellet is, ez majd a jövő zenéje, nem tudom, hogy erre egy gyors választ tudsz adni? Persze, tehát lesz pellettünk, lesz groundbait, lesz dip, van horogcsalik, van paszta, mindenki fog kerülni a piacra. Egyelőre bolygó lesz belőle, oldódó főt, dipje lesz, popápja lesz és pasztája lesz, és a jövőben remélem még ez év folyamán, ha nem legkésőbb jövő tavasszal meg lesz a groundbait, meg lesz a pellet, és tovább akarunk menni, nem ez a két család fog maradni. Erről majd többet a jövőben, egyelőre még semmi biztos nincs belőle. Ha minden úgy alakul, ahogy mi szeretnénk, akkor
reméljük, hogy tovább fog fejlődni az egész dolog. No, egy gyors kérdés. Én azt mondom, nekem is lenne kérdésem, ezt tegnap is elmondtam, de hát, hogyha a néző felteszi a kérdést, akkor nem hagyhatom ezt ki, mert hogy ez egy online műsor, és igazából nagyon fontos nekünk az önök kérdése. Azt mondja, hogy mekkora és milyen formájú olmokat használtok? Ezt kérdezi Tasika. Mi nagyon messze horgászunk, és nagyon kemény botokkal, és 140 g-os olmokat horgászunk, és inline gubancgátlós, ilyen merev gubancgátló csöves olmot, 140 g-os és 110 g-os pasztás olmokat, de csak ez a kivitel, ugyanez a merev csövű olom, amit felgyúrunk pasztával, vagy bármivel, és akkor messzebe lehet jutatni. Nagy távokat, nagy súlyokkal kell dobni, vékony zsinórral, és akkor ezekre a botokhoz, amit mi használunk, nagy súly kell olyan 150-140 gram, hogy rendesen feltöltődjön, és tud úgy megvágni, hogy oda menjen, ahova te szeretnéd, meg ahol tartózkodnak. Rémus, gyors, kérlek, hogy reflektálj arra is, hogy mi a véleményed arról, hogy áprilisban itt egy versenyen, a helyeteken szinte az amatőr versenyt nevezett versenyen nem fogtak semmit. Ezt kérdezi tőlünk Bodakár. Véleményem erről nem lehet, nem voltam itt azon a versenyen. Biztos más körülmények voltak, biztos más volt az időszak, más volt a hal. Én nem lehet olyat mondani, hogy egy hely rossz vagy jó. Mi most pont abban a pillanatban voltunk, vagy lehet más taktikával, másképp horgáztuk meg, nem tudok erről mit mondani. Lehet, hogy pont úgy jött ki akkor. Én most se tartom ezt egy favorit helynek. Szerintem most ez egy nagy segítség volt, még egyszer megismétlem, hogy a Zsilip mellett nincs csapat. Ha a Zsilip mellett lett volna csapat, akkor sokkal nehezebb dolgunk lett volna így, hogy kivettek egy csapatot a Zsilip mellől, mi is jobban tudtunk érvényesülni, nyújtózni, tehát így sokkal jobb volt. Tehát én nem tartom egy favorit helynek ezt a helyet, és én is meg vagyok lepődve arról, hogy tudtunk róla így ilyen jól szerepelni egyelőre. Ez viszont nem feltétlen a nézői kérdés, ez inkább az én kérdésem. Én ezt itt tapasztaltam először, hogy ez az első olyan bojlis verseny, ahol így végig, elejétől végig ott vagyok, hogy itt azért az egymás mellett horgászó csapatok között is nagyon komoly harc van. Az etetés nem mindegy, hogy mikor és hova kerül. Így van, tehát egy versenyen nagyon fontos, hogy hogy zárod a szomszédot. A versenyen mindenkivel, mindenki az ellenfeled. Nincs olyan, hogy szomszédom, barátom, brahizunk. Nem. Mindenki meg kell dolgozni minden halért, és megpróbálsz mindenkit rontani. Tehát, hogyha eredményt el akarsz elérni, azt jelenti, hogy legfőkép a bal és a jobb szomszédod ne fogjon halat. És mi a helyzet a veled szembeni orgászol? Mert ha az imént a Fiola Gyuri, aki a Top Secret versenyzője, hát nem azt mondom, hogy teljesen veletek szembe, de hát majd, hogy nem horgászik. Elég messze van, elég nagyon messze van, tehát itt tőlünk legalább van 300 méter egész hozzá. A szembe levő csapatot nagyon nehezen lehet zárni ilyen távokon, és nem is nagyon lehet zárni a szembe levőt, mert saját magadat is zárnád. Pláne ilyen távokon, a Maconkán, például mi ahol horgászunk a nyári kikötő és a túloldalnál. Szembe veletek van a Top Secret? Nem, szembe velünk van a Shipcar. Shipcar, bocsánat, Top Secret A2, velünk szembe az A5, tehát egész messze lent van. Szembe levő csapatot nagyon nehéz zárni, anélkül a saját magad kizárni, és nem is lehet szerintem. De valamennyire azért csak sikerült, mert hát nekik úgy most megállt a hal. Két különböző dolgot horgászunk, tehát ő nem tudja elérni onnan szerintem a medret, onnan nem tudja elérni, nem tudom, hogy mi van ottan nála, nem tudja, mi el tudjuk érni. El tudjuk érni, ha akarjuk a túloldalát is a medernek, ha nagyon-nagyon akarjuk, csak nagyon fárasztó ezt 115 órán keresztül 150-160 méterre dobálni, tehát ezt elég nehéz kivitelezni, de ha nagyon akarjuk, el tudunk érni a túloldalát, ezt az oldalát is. Ő ezt nem tudja megtenni onnan, és lehet, hogy ezért. Ez jelenti akkor most az előnyt, illetve nekik azt, hogy most annyira nem megy. Na nézzük akkor az eredményt, beszéljünk egy kicsit erről. 62 óra elteltével a ti csapatotok, a PVTV együttese 286 kiló halat mérlegelt, és ezzel reggel vezettetek. Na, ezzel szemben a mostani legfrissebb eredmény alapján meg visszacsúsztatok a második helyre, majdnem 30 kiló az előny most a Szereász Boyliznak. Ahogy mondtam, az történt, amit az magam beszélgetésünk elején elmondtam, elmentek a nagyhalaink, tehát megnőtt a vízszint, az árokból kiment a gödör, az árokból kimentek a halak, nagyhal nincs. Tehát nálunk a környéken, a benti pályákról eddig fogtuk a halat, és szépen jött, egyetlen egy kapásunk nem volt a tegnap délután óta. Amit tudtunk fogni, meg kukázni, csak kint partszélben, apró, pici koikat, 1 kg, 10, 1 kg, 20, 1 kg. Dolgozunk értük folyamatosan azért, hogy ne csúszunk még jobban vissza. Próbáljuk megtartani, hogy ne legyen túl nagy előnyük nekiek, és bízunk abban, hogy azért csökkenni fog ez a víz, és akkor megint újra ránk tudunk, újra meg tudjuk csinálni azt a horgászatot, amit az elején csináltuk, és akkor ez a 30 kg lesz semmi. Tehát ez még semmit nem jelent, abszolút nem vagyok elcsüngedve, mi csináljuk a dolgunkat, és nagyon bízunk benne, hogy meg tudjuk fogni ezt a dolgot. Vagy ők, ha valamit hibáznak, eltaktikáznak, eletetnek, nem tudom, meg lehet az is, hogy
hibáznak, csinálnak egy taktikai lépést, hogy túl sokat etetnek, vagy valamit, és akkor erre ráfaragnak. Aha. Ebbe is bízunk, mindenbe kell bízni, hogy az ellenfelet hibázik, és mert emberek vagyunk, és hibázhatunk. Na, az, hogy elszánt vagy, az abszolút érezhető, tehát itt nincs hüggedés, nincs ebben probléma. A halak is egy picit segítenek, és egy picit közrejátszanak, akkor nagyon remélem, hogy sikerül valami. De még az is lehet, hogy lecsúszunk még a dobogóról is. Minden benne van, ahogy Fiala is mondta előttem, itt még minden benne van. Na hát mi meg ezt élvezik igazából egy kicsit kívülállóként. Én azt annyira azért nem így a PVTV csapat részeként, hogy most egy lecsúsztatok az élről, de azért még nincs olyan nagy távolság, ez 3-10 pluszos hal is. Azért szép a verseny, mert verseny, lecsúszol, feljössz, hogyha elejétől végéig vezetel, akkor abban már monotónia, abban már semmi plusz nincs. De amikor leesel, visszajössz újból, csinálod a dolgodat, az motivál. Látod, különbség van, még jobban dolgozol, még jobban odafigyelsz. Amikor már túl nagy az előnyed, akkor már egy kicsit alá veszel, lehet fáradtság is közben játszik, de ilyenkor nincs helye fáradtságnak, meg pihenésnek, csinálni kell. No, hát akkor csináljátok tovább, el is engedünk. Rémusz, köszönjük szépen, hogy itt voltál, sziasztok, és reméljük, hogy hallunk még róla. Remélem én is nagyon, sziasztok, hello. No, a kedves nézőknek pedig felhívnám a figyelmét még egyszer a játékra. Itt van nálam most ez a sapi, és itt hát nem csinálok ilyen cetli esőt, de azért mutatom, hogy tényleg több száz, illetve több mint száz, ez az egész pontos megfogalmazás, több mint száz helyes megfejtés érkezett a tegnapi játékunkra, és ahogy láthatták mai adásunkban, Bogdán Róbert nyerte a The One Boilit, amit Mikola Péter sorsolt ki, viszont holnapra is lesz egy csomag boiling, amihez egy kérdést már feltettünk ma, melyik volt a verseny eddig kifogott legnagyobb hala, és ezt a helyes megfejtést a Facebookra várjuk, és majd a holnapi adásban lesz a sorsolás. Most pedig megyünk tovább, egy fontos, illetve több fontos szereplője is van a versenyzők kívül egy ilyen viadalnak, ők pedig a versenybírók, a mérlegelők. Hát sokszor ilyen háttérmunkát végeznek a srácok, de hát nélkülük nem tudna rendesen zajlani ez a verseny. Úgyhogy meg is kérdeztük az egyik fiatal urat, hogy hogy és miként végzik a munkájukat a verseny folyamán. Egyes halat megfogunk, amit megfognak a versenyzők ezen a versenyen, és a 10 kg feletti pontyokat azt minden esetben regisztráljuk fotóval, méret, hossz, centi, kiló, egyebek, és ezek azonnal kerülnek is föl az internetre a rekordfogásaink közé. Elég munkás dolog ez a mérlegelés, ugye le a gátra, föl a gátra halakat visszacipelni a vízbe, de nem okoz nagy problémát, ezt szeretjük csinálni, a tó a mindenünk, úgymond. Jó érzés olyan emberekkel találkozni, akik az életük halát megfogták, és látjuk a csillogást a szemükben, amint ránk néznek, és olyan boldogok, felszabadultak, hogy tényleg itt megfogták álmaik halát. A mérlegelés, amikor lemértünk egy halat, akkor egy ilyen mérlegelő lapra kerül fölvezetésre. Ebből két példány van, az egyik mindig a versenyzőnél marad, a másik pedig a szektorbírónál, és a mérlegelőnél. És ezt a két lapot szinkronban vezetjük, hogy ne lehessen tévedés, csalás kizárva, ugye? És akkor ezt minden esetben valamelyik csapattag, esetleg a fogó mindig hitelesíti az aláírásával, és a szektorbíró is hitelesíti. És akkor nem csak a hal súlyát tüntetitek fel, hanem nézik csak, mi van itt? Hát igen, hogyha a rekordhalat fognának, akkor a host és a kerületét, valamint a fogónak a horgásznak a nevét. Aha, is. A rekordhal az ugye a 10 pluszos pont. Igen, 10 kiló feletti pont, vagy amúr, igen. Ezek a pontos eredmények. És akkor a továbbiakban ez kerül be a számítógépes rendszerbe, és így kaphatjuk meg mi is minél gyorsabban az eredményt, hogy utána a nézőinknek tudjuk továbbadni, és hát ők is minél gyorsabban értesüljenek a verseny legfontosabb és legfrissebb állásáról. Hát köszönjük szépen, és jó munkát kívánunk a folytatásban. Köszönjük. No, és akkor a műsor zárásaként, ugye, mint ahogy lenni szokott, Dérel István van itt a stúdiónkban. István, köszöntünk ismételten, és köszönjük ismét, hogy segítesz az értékelésben és az eredmények tolmácsolásában. Legalábbis megpróbáljuk. Először is a helyzet az, hogy tegnap azt beszéltük, hogy a bejövő víz
az majd azt okozhatja, hogy innen a halak majd esetleg erre a részre jönnek. Ez volt a feltételezés. Hát mindenkit meglepett a mai reggel folyamán, hogy ez a C-szektor, ami nem annyira muzsikált, ahhoz képest bizony följövőben van. Téged is meglepett ez a dolog? Így igaz, tehát azért nem mindegy, hogy milyen hőkülönbséggel érkezik a víz egy részbe a torkolatról, más pedig lehet pH különbség is. Aha. Ugye itt vannak ilyen fizikai vízbiológiai tényezők, amik két dolgot csinálhatnak, vagy felhúzzák a halakat, vagy pedig a lehető legtávolabb mennek a befolyótól, ha nem megfelelő nekik a mennyiség vagy a hőmérséklet. Hát ugye lútria a történet, mert nem vagyunk vízbiológusok, de a jelek szerint azért itt látszik tényleg, hogy annak ellenére, hogy például Totonicó is el volt keseredve, mert ő kapja legjobban a teljes kávét, annak ellenére viszont a halaknak most kedvére van ez, hogy a besodródó táplálék szervezeteket adott esetben itt kiszűrögethetik, és valószínűleg a bejövő víz minőségesen rosszabb, mint a tározóért. Úgyhogy ez a helyzet az, hogy itt egy picikét elkezdtek feljavulni a fogások a C-szektorba Kettes-szigeten. Ugye azért azok, akik a folyón horgásznak, vagy folyóvízen horgásznak, azok azért tapasztalják ezt a jelenséget, hogy mindig, mikor pesdül a víz, egy pár centis emelkedés van, ez jó. Hát azért mégiscsak egy tározóról van szó, azért akkor tényleg meglepett titeket is ez a dolog. Hogy mennyire jellemző ez a jelenség itt? Azért látni kell, hogy a maconkai víztározó és túlrendszer az szintén egy gyűlő víz, természetes vízátfolyással, és ugye az agyva reakcióit valahogy leköveti a rendszer. Természetesen egy nagy mennyiségben telepített halfona esetében tompolnak a reflexek, tehát nem lehet egyenes párhuzamot húzni, mondjuk a dunai halak reakciója és egy tavihal reakciója között jóval nagyobb a táplálék konkurencia okán a verseny lehetőség. Tehát a halak is mindig versenyeznek, hogy kiírod a hamarabb a csalira, természetesen ugyanúgy lekövetik a változásokat, de az azért nem fordul elő, hogy abszolút nem megy hal a horogra, hát nem véletlenül, hogy még ilyen időjárási körülmények között is azért a 3000 kiló magasságában vagyunk most már. És ráadásul ma már ugye minden, eljutottunk oda, hogy minden csapat fogott halat, a Dax Cup Team volt a A4-es pályán az utolsó, ha jól emlékszem, amely nullázott eddig, viszont majd 13 kiló fölötti halat fogtak, aminek aztán tényleg örülhettek. Tehát akkor minden csapat fogott halat, ez is azért mutatja, hogy a verseny hát egy jó, magas színvonalú. Hát ez nekünk is a pszichés tényező, tehát mindig szorítunk a csapatoknak, hogy legyen meg a fogás, az értékelhető fogás. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy a 20 verseny története során soha nem fordult elő az, hogy valaki nullás eredménnyel távozott volna. Egyet kell tudni azért a gáti szakaszról, hogy annak ellenére, hogy most egy halaba mondjuk a Dax Cup Teamnek Romániából, de emlékszek olyan éjszakára, amikor 200 kiló feletti fogás volt azon a környéken, tehát két éjszaka van előttünk, várjuk meg a végét. Várjuk meg a végét, most azonban beszéljünk arról, hogy mi történt a 74. óra végén, vagy legalábbis milyen eredményeink vannak. Itt a táblán már ugye van módosítás, ugye a Szereház Boys Liz az a csapat, amely vezet jelen pillanatban, a B8-as hely jónak bizonyul, sőt, jönnek fölfelé. Hát azért, akik nyomon követték a közvetítést az elejétől, azok meglepődve tapasztalják, hogy visszatértünk az Origóra, ugyanis így indult a verseny, majdnem ugyanez a kiosztás, itt a legnagyobb haltól talán eltekintve. Érdekes a történet, mert hatalmas versenyerőt képviselő csapatok vannak a Szereház közvetlen közelében, tehát valami olyan ízvilágot, vagy pedig egyéb kémiai komponást tudtak a etetőanyagba is bevarázsolni, ami megadja azt a pluszt a többiekkel szembe, ami rendelkezésre áll. Tehát nehezen tudom elképzelni, hogy fizikálisan innen nem mozdul ki a halállomány, és akkor 20-30 méter adott esetben egy másik etetésű záráson már nem mozognak. Tehát biztos, hogy megvan az a pici plusz, ami épp úgy lehet tudás is, mint szerencse is. Szászónak is egy a vége, visszavették az első helyet. Hát a nagyon komoly előnyt felmutató PVTV Románia 2-nek viszont elolvadt ez, ugye, tehát kérdéses, most beszélgettünk a Rémusszal is, hogy mi lesz egyáltalán, mert nem számít arra, hogy amíg ez a beömlő áradásos, vízeséses időszak van, hogy ott jelentős halmozgás lesz. Most én azzal vigasztaltam magamat is, meg őt is, hogyha egy hirtelen felmelegedés még bejön, és nem csúsztatja tovább a meteorológia ezt a előrejelzését, akkor valószínűleg megindul egy intenzív táplálkozás újra nattestű halaknál, mert utóbbi 36 órában azt lehet mondani a verseny időszakánál, ugye, hogyha grafikusan ábrázolnánk a fogásokat, egy lineáris felívelés után visszaesett a fogási intenzitás.
a verseny 24. órájához képest a mostani időszakban egy harmad alatti fogásintenzitással jönnek ki a halak. Milyen kedvező időjárási feltételek lesznek, akkor be fogják pótolni az elmaradást, mert ők is ebből élnek a szószoros értelmében. Na, hát talán, mert hogy azért ma már, mikor kezdődött a közvetítésünk, egy szép szivárvány ívelt itt a tározó fölött, tehát megérdemelnénk már a jó időt, mi is, meg hát főleg a versenyzők. No, és akkor nézzük tovább, mi az, ami még érdekes az eredmények tükrében. Hát ugye a második helyezetnél akadtunk el, a társ román csapat, ugye a világkupa győztes Mikola Péter vezette a PVTV egy, ugye a harmadik helyen van, de itt rögtön el tudom mondani, hogy ha megnézzük a feldolgozási grafikont, hogy roppant tömör a mezőny, az első kettő az egy picikét még elő van a 300 kiló feletti eredménnyel, viszont itt 30 kilón belül 6 csapat található. Jelen pillanatban azok közül az első most a Mikola Péter féle csapat, de 6 csapat gyakorlatilag 2-3 hallal teljesen átalakulhat a 3.-tól 8. helyig terjedő intervallum. Utána megint van egy picikét szünet, és továbbra is a D-szektorban teljesen nyílt a verseny, mert még picik a különbségek relatíve a fogások között, tehát ott még bármi várható. A Szipkarpnál is, aki viszont a mélyvízi szektort vezeti, és 10 kiló feletti átlagfogásnál tart, ami a versenyek történetek második legnagyobb átlagfogása jelen pillanatban. Tehát az a nagy kérdés, hogy újra be tudja indítani a nagytestű halakat. 14 darab 10 kiló feletti hal volt neki 40 óra alatt, és gyakorlatilag ott áll azóta. Tehát ha újra robban a bomba, akkor hihetetlen módon el tud menni, és az abszolút háromban biztos, de akár az elsőt is veszélyeztetheti. Ott azért a taktika biztos, hogy ez, hogy a nagy hal, mert valóban ma nem fogott semmit a Sipkár. No, a C-szektor mennyiben tud esetleg beleszólni? Most nyilván az SBS-t említhetjük. Ő talán a mai nap egyik ilyen vesztesei a C-szektorban, mert hogy azért annyira nem tudtak följönni a Kovács Zoliék, mint ahogy azt szerették volna. Hát igen, egy picit elkülönült vízélettér, ugye a nem véletlenül így van kitűzve a pálya, hogy két szektoron osztozik a felező félsziget. Itt a C-szektorral szemben a Zoliéknak a szereház taktikájának az ellenszerét kell nagyon rövid időn belül megtalálniuk, és ismerem őket, hogy csodákat tudnak művelni a véghajrába is. Nekik a legnagyobb küzdelem ott van, ők elmozdultak olyan szintre már a fogásokból, gyakorlatilag a C-szektor többi csapata nem lesz versenyképes velük. Tehát én úgy gondolom, hogy nekik a szektor győzelem az, mondhatni azt, hogy borítékolva van a jelen állás szerint. Nagyon meglepődnék, hogyha ez megváltozna az elkövetkezőkben, annak ellenére, hogy csak a Tom Karpot például, ha megemlítem, hogy a többi csapatot, világbajnok barátomat, Király Ivánnal, Nicu bácsit, hogy hihetetlen erőt képviselő csapatok vannak ott is, de a jelen helyzet nem ezt fogja mutatni. Tehát önállók inkább a harca, a szomszédvárak harca lesz. Meglátjuk, hogy mi fog kialakulni. Biztos, hogy nem a Bárna meg az Amor dönti el, mert ugye a áradás után egy darab Márna már megérkezett. Ő szereti az avaros vizet, ugye a folyóvízi hal lévén. A amborok száma pedig reggel még 2 volt. Tehát itt azért látni kell, hogy a hideg vízben gyakorlatilag kora tavaszi jelenségek vannak, és nem sok hamur van maconkán, de ennél azért jóval több. Ennél azért jóval többnek kellene lenni. No, István, mi az, amit vársz az éjszakától? Most talán csillapodnak az időjárási tényezők, ez azt jelenteti, hogy a verseny is, avagy fordul a kocka. Azt várom az éjszakától én is, hogy ne essen az eső. Lassan olyanok leszünk így esténként, mint a meteorológiai jelentés. Hogy igen, hogy ezt már tényleg beszéltük itt a táblán. Tehát a blogokon is, meg a kérdésekben is én is azt látom, hogy legalább annyit foglalkozunk az esővel, mint a versenyen időnként, de tényleg ez egy abszolút komfortérzeten túl is befolyásoló tényező. Hihetetlen mennyiségű koncentrált etetés van bent a kulcspozíciókon, amit nem ettek még föl a halak. Tehát abban a pillanatban, hogyha kedvezőre fordul a vízbiológia és időjárás jelenség együtt, akkor robbanni fog a fogási intenzitás. Volt olyan versenyperiódus már a maconkai történetekben, hogyha most egy egységnek veszem a fogási intenzitást, akkor 30 egység fölötti intenzitással ettek a halak. 3 óra alatt 1 tonnát tudnak fogni a mezőnybe, hogyha beindul a történet. Az lesz a nagy kérdés, hogy kimozdul ez a ciklikus keringő, magas csapadéktartalmú rendszer fölülünk, vagy pedig marad ez az időjárás. Ha marad, akkor szenvedünk tovább, és valahol 4 tonna
fölött egy picikét fogunk zárni, ha tényleg bejön ez a melegedés, és egybe meg is nyugszik a légkör, akkor viszont a végén egy roppant izgalmas véghajrát várok a robbanó eredményekkel. Hát nem vagyunk túl csinos időjárás jelentők, és nem is ez a szakmánk, de azért most már tényleg jönnie kellene a jó időnek, és hogyha jön, akkor valószínűleg a verseny vége fele jön, és ha a verseny vége fele jön a jó idő, meg a halak kapó kedve is, itt akkor aztán tényleg elszabadulhat a pokol. Hát reméljük, hogy így lesz, és az utolsó pillanatig egy izgalmas verseny lesz majd. Én úgy gondolom, hogy már most is izgalmas, de hát ezt akkor még hátra tudjuk fokozni, meg hátra tudják a versenyzők a halak jó voltából fokozni. István, köszönjük szépen, hogy befáradtál ide hozzánk, és tedd ezt majd legközelebb is. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. A kedves televízió nézőknek pedig lassan a figyelmet megköszönöm, de előtte van még néhány szolgálati közleményünk. Ne felejtsék el, hogy hirdettünk egy újabb játékot, The One Boilish csomagot lehet nyerni. A kérdésünk pedig az, hogy mekkora az ebben a versenyben kifogott legnagyobb halnak a súlya. A helyes megfejtéseket a Facebook oldalunkra várjuk, ott meghirdettük a játékot egy szép kép formájában, és oda a poszt alá kellene beírni a helyes megfejtést, és a helyes megfejtő között a hónapi nap folyamán fogunk majd sorsolni. No, még egy dolog, ne felejtsék el, hogy holnap is jelentkezünk, holnap is hasonló formában, reméljük, hogy egy hasonlóan izgalmas és színvonalas műsort tudunk majd önöknek mutatni, és most pedig, ha még mindig horgászni és vadászni szeretnének, akkor kapcsoljanak át a PVTV-re, mert hogy ott már megy a Barrakuda Féderezés című műsora, majd 21 óra 30 perctől kezdődik a horgászat az Amazonas dzsungelében, ez egy igazán jó és izgalmas műsor, majd az Energofish magazinja, ezen kívül pergetés is lesz ma majd, illetve a nagypont horgászata az Imperial Bécsel, tehát tényleg nagyon, de nagyon jó műsorokat kínálunk ma estére is önöknek. No, tehát akkor ez volt a mai adás. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket. Nyugodalmas jó éjszakát önöknek, viszontlátásra!